Szerbusztok, szép napot kívánok nektek! A mai napon, ebbe a nagy melegbe szeretnék nektek bemutatni egy nagyon finom és gyorsan elkészíthető, egyszerű, könnyed ételt a roston sült csirke mellett friss salátával. Fogjunk is hozzá, hogy mire lesz szükségem. Itt láthatjátok, kettő darab csirke mellett, ez még nincsen kifilézve, nincsen megpucolva, ezt elő fogom készíteni, kifilézem, leszedem a mellcsontról, szépen elszeletelem, és egy nagyon-nagyon picit meg fogom ütni kloffolóval, de nagyon gyengéden, mert ugye, mint tudjátok, a csirkét nem szabad agyonverni, szétmálik, szét fog menni. Csak egy nagyon lehelet, vékonyan kell egy picikét elszelni, és egy nagyon-nagyon picit kell csak megütni. Aztán szükségem lesz a salátához uborkára, paradicsomra, lilahagymára, kaliforniai paprikára, jégsalátára, és készíteni fogok hozzá egy öntetet. Én bazsalikomos öntetet fogok hozzáadni, extra szűz olajjal, de tudom még ajánlani nektek ezt a balzsamecetet is, hogyha valaki nem szereti a bazsalikomot, de majd ennek az elkészítését is mutatni fogom. Hát fogjunk is hozzá, össze fogok szelni mindent, el fogok készíteni, és mutatom a továbbiakat. Nos, mint láthatjátok, az alapanyagokat, a zöldségeket, mindent megtisztítottam, az uborkát, a lilahagymát, illetve a kaliforniai paprikát is kockákra szeltem, illetve a salátánkat is, a jégsalátánkat is, ezeket is bele fogom halmozni ebbe a tálba, és tálalásig hideg helyre fogom tenni. Illetve a paradicsomot nem kockáztam föl, mert annak még más funkciója lesz a tálaláskor, de majd mutatni fogom. Mint láthatjátok, elkészítettem az öntetünket, ebbe tettem egy jó másfél deciliter olajat, extra szűzolajat, ebbe tettem bele 4 színborsot, jó pár tekerésnyit, aztán én himalájasót használtam hozzá, de mindenkinek rá van bízva az ízlésére, akár tengeri sót, hagyományos sót, bármit, akármilyet lehet hozzátenni. Tehát van benne só, bors, illetve a bazsalikom. A bazsalikom ez egy nagyon-nagyon szuper fűszer, nagyon sok minden ételhez szoktuk használni. Most így, amikor van nyersen, tehát nem szárítottan, akkor eszméletlen finom ízeket lehet produkálni az ételnek vele. Azt is el szeretném mondani nektek, hogy én csak a levelét használom, a szárát nem, csak a levelét. A szárától egy kicsit más ízt ad az ételnek szerintem, de ez csak az én véleményem. Itt is vagyok ismételtem, tekintsétek meg, megmutatom, miután kifiléztem a mellet, leszedtem a csontról, szépen megtisztítottam, gyönyörűen megütöttem kétszer-háromszor, olyan szépen finoman a klokkolóval, nehogy szétmenjen a húsunk, ugye mondottam, ez nagyon hamar szét, meg csak egy picit azért a rostok mégis szétjöjjenek benne, és ide tettem egy serpenyőt, lehelet vékonyan, mutatom nektek, lehelet vékonyan raktam bele olajat, és ebbe helyeztem bele a húsunkat. Nagyon-nagyon felforrósítottam, és beleraktam a húst, egyik felére raktam most a sót, aztán 4 szín borssal borsoztam, és ezt nem fogom sokáig sütni, ez körülbelül mindegyik oldalának talán 2 perc lesz, mert hogy a nedvesség tartalma bemaradjon a húsra. Nem akarom azt én kiszárítani, mert akkor az úgy nem lesz finom, olyan lesz, mint a csöröge, nem az a lényeg. Még próbálom megmutatni ezt. Hát ez körülbelül nem sokára jó lesz, még egy pár másodperc, és forgatom a húst meg, és utána megfordítottam, ismételten sózom és borsozom, és egy tányérra félreteszem tálalásig. Hát itt is vagyok ismételten, tekintsétek meg, gyönyörűen megsültek a húsaink. Hát ide készültem már, itt van az zöldség alap, itt van a dressing hozzá, a bazsalikomos öntet, illetve a paradicsom. Már csak a tálalás van hátra. Elmondom nektek, hogy ebből az egyvelekből fogok egy marokkal rárakni erre a tányérra, és gyönyörűen szépen meg fogom tálalni az ételt. Meg fogom sózni egy nagyon kevés kis sóval, megöntöm dressinggel, hús kerül rá, és a paradicsom a legvégére. Hát majd ezt is mutatni fogom. Hát itt vagyok ismételten,
Tekintsétek meg, megtálaltam ezt az ételt, ezt a grillezett csirke mellett, tavaszi salátával, friss salátával. Nézzétek meg, így néz ki. Itt van ugye a paradicsomnak a szerepe, ezt ezért nem kockáztam fel. Jégsalátát azért használok, mert nagyon roppanós, nagyon finom üde, sokkal finomabb, zamatosabb. Ráhalmoztam a rengeteg zöldséget, egy leheletnél megsóztam egy picikét, azért most sóztam meg tálaláskor, mert hogyha előre sóznánk meg, akkor ugye levet engedne, az gusztustalanná, meg hát nem jó, össze is esne. Gyönyörűen megtálaltam, kidíszítettem bazsalikommal, húsunk rajta van, egy csodálatos ételt kaptunk itt a nyári melegben, könnyű, egyszerű, gyors, én csak ajánlani tudom nektek. Hát, hogyha tetszett nektek ez az étel, akkor ti is készítsétek el. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek a videómat. További szép napot kívánok nektek. Sziasztok!